Több mint 80 nyulat, 150 baromfit és 200 galambot tekinthettek meg az érdeklődők a kisállatbőrzén. A szervezők elmondták, hogy negyedik alkalommal rendezték meg a kiállítást, de az idei nem volt olyan sikeres, mint az előzőek. Eddig nemzetközi jellegű volt a rendezvény, de a hatályban lévő állategészségügyi törvények miatt idén ez nem tudott megvalósulni, így csak 87 kiállító érkezett a vásárra. Eddig ez a legrosszabb bőrze. Nagy gondot jelent, hogy az állatorvosok igazolásokat kérnek az állatok egészségi állapotáról és szállításáról. Újvidéken kívül erre sehol nincs szükség. Decemberben is tartottak ugyanitt egy állatbőrzét, de akkor nem kértek ilyen igazolásokat, és nem értem most, miért ragaszkodnak hozzá. Mitrovics hozzátette, hogy az előző években több mint 200 nyulat állítottak ki a tenyésztők, idén pedig a százat sem érte el a számuk. Az előző években nagyon kevesen jöttek, mert kicsikét ezek az állatorvosok, vagy hogy mondjam, kérik ezt a papírt, érted, ami nagyon kevés. Szerintem nagyon kevésnek van meg. Meg ők kérnek egy olyan injekcióorú papírt, ami a kokció, amiről kőn, hogy adjanak, amit nem is termesztenek, nem is csinálják azt a valójában azt az injekciót, amit nekünk külföldről kéne behozni, és ők arról kérnek először is papírt. A szervezők elmondták, hogy a környéken máshol is próbálták már megtartani ezt az eseményt, de csak az újvidéki vásáron kaptak rá engedélyt. Kosorú nyulakat, kosorú, több színváltozatba, de különben tenyésztek még német óriást is, szürke óriást, meg van még francia ezüstöm is. Mivel szeretek ezzel foglalkozni, úgyhogy otthon. De ide hoztam csak 4 kosorút. Az utolsó napon egyes kis állatokat meg is lehetett vásárolni. Az érdeklődők ezen kívül vehettek még állateledeleket és különféle felszereléseket is.